Kossuth-díjas Tátrai Vilma születésének évfordulóján köszöntjük a stúdióban Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatót, Tátrai Vilmos lányát, illetve Szenthelyi Miklós Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedű művészt. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Mondhatjuk-e azt, hogy a mai nap, meg hát nyilván nem csak a mai nap, de a mai nap kifejezetten az édesapjának ünnepléséről szól? Így van. Már délelőtt azzal kezdődött, hogy megkoszorúzták az emlékművét a 13. kerület, és a Tátrai Vilmos Emlékalapítvány ezt a fiam hozta létre édesapám halála után rövidesen, és mi próbáljuk az emlékét elsősorban ébren tartani, meg az olyan barátaink, mint amilyen Szenthelyi Miklós. És ugye jubileumi programsorozat indul Tátrai emlékére, és első koncertje október 10-én lesz. Mit tartogat ez a nyitó koncert? Hát én annyiban egyrészt nagyon hálás vagyok, hogy szóltak ez a nagyon szép jubileum, vagyis hát évforduló alkalmából, és hozok egy növendéket, Székely Lilát, akit majd a testvérem Szenthelyi Judit kísér, mert úgy gondolom, hogy az ő tudása, tehetsége méltó ahhoz a millióhoz és ahhoz a ranghoz, amit Vili bácsi jelenléte az egész magyar zenei életben jelentett. És hát mi ugye itt az előtérben elég sokat beszéltünk arról, hogy azért milyen nagy szerencse, hogy van valaki, aki egy ilyen átfogó életművet tett le, mint Vili bácsi. De hát erről volt szó itt az előbb is, hogy mi mindent produkált, mi mindent csinált, és emellett, ahogy hallotta, nagyszerű édesapa férj is volt. Ebbe hadd kérdezzünk bele, hogyha szabad, mert a művész rangját, az életművet, azt látjuk, az fantasztikus. Apaként milyen volt? Fantasztikus apa volt, aki megtanított bennünket úszni, akivel szánkozni járhattunk, aki kiállításokra vitt bennünket. Tényleg, hogyan volt erre ideje? Azt erre én is kíváncsi vagyok, és sokszor gondolkodom rajta. Apámnak rendkívül mindent koncertről és mindent dokumentált. Egy egész szoba tele van azokkal a dokumentumokkal, amik tulajdonképpen a 20. századot is dokumentálják. És én csak azt tudom, hogy arra aludtunk el, hogy hangfogóval próbálja a nehéz állásokat és tanul. Ha pedig nem így, akkor a kottát tanulmányozta és az új rendeket írta be. Én mindig dolgozni láttam. Amellett nagyszerű fotós volt, és saját maga készítette és hívta elő a fotóit, amiket aztán albumokba is rendezett. Szóval én nekem fogalmam nincs róla, hogy tudta a nap 24 órát így beosztani. És mennyire vált külön a személyisége a színpadon és otthon? Tehát milyen volt a magánéletben, amellett, hogy ugye sok időt töltött a gyerekeivel? Én azt nem tudnám így megállapítani. Tulajdonképpen ő egy rendkívül határozott és szigorú ember volt sok tekintetben, de valahogy hát van egy testvérem, egy fiú testvérem, ő művészettörténész, Szép Művészeti Múzeumban dolgozott, meg dolgozik még most is nyugdíjasként. Tehát a szépre nevelt bennünket, és ezeket a képzőművészeti könyveket is egész kiskorban odaadta, hogy nézegessük és foglalkozzunk vele. Ő maga tulajdonképpen egy munkás családból való volt, tehát az első nemzedékes, aki 15 éves korától dolgozott már először katonazenészként, mert nem volt a szülőknek pénze arra, hogy tanítassák, a Fasori gimnáziumba kezdett el járni, és egész életében úgy érezte, hogy neki tanulnia kell. Az utolsó pillanatig nyelveket tudott. Én azt láttam, hogy elképesztő szorgalom és kitartás is volt benne, és nyilván nagy tehetség is mindehez. Milyen volt zenészként, zenész kollégaként, ha úgy tetszik, meg hogy barát is, ha jól tudjuk? Hát én azért voltam, még most is így mondanám, hogy vagyok nagyon szerencsés, mert fiatal tanárként én rendszeresen bejártam hozzá, nyilvánvalóan azért, hogy tanuljak. És akkor kialakult köztünk egy olyan típusú, nyugodtan mondhatom, emberi kapcsolat, hogy nekem, ha szabad így fogalmazni, megnyílt. És ezzel én azért jártam nagyon-nagyon jól, mert olyan, ahogy szokták mondani a mi köreinkben, olyan titkokat tudtam meg tőle, amit hát az ember azért a saját kis életében, nyilván is most a művészetről beszélek természetesen, nyilván komoly haszonnal be tudott építeni, és hát én csak azt tudom mondani, hogy egy olyan
hát így most azért az elbeszélésből halljuk, egy kozmopolita. Tehát ezt, szeretjük használni ezt a szót, de Vili bácsi esetében azt hiszem igazán megalapozott. És nagyon nagy hazaszeretet volt benne, mert ő innen soha nem akart elmenni. Mindig mondta, hogy sokkal nagyobb merészség lett volna, ha nem marad itthon, mint az, hogy itt. És neki a magyar zene és a magyar zenei életnek az építése volt a legfőbb célja. Hogyan viszik, igen. Bocsánat? Igen. Mondat én. Csak azt akartam megkérdezni, hogy hogyan viszik tovább ezt az örökséget, azon kívül, hogy most lesz egy emlékkoncert. Hát most ezen az emlékkoncerten egy fiatal Boros négyes, a Korosi Kvártett fog közreműködni. Ők részt vettek a nemzetközi Bartók versenyen, és külön díjat kaptak, és talán ők is ezt az utat, hogy nagy repertoárt, modern és a hagyományosat is megtanulják. Tehát az ember szeretné, hogyha lennének olyan fiatalok, és talán ők ilyenek lesznek, akik tovább viszik ezt az örökséget. A fiatalok egyébként őrzik az emlékét? Hogy látja Miklós? Hát én azt tudnám mondani, hogy ebben a rohanó világban azért nyilván nekünk kell nagyon odafigyelni, hogy a úgynevezett utódok felé milyen személyiségeket közvetítünk. És én nyugodtan mondhatom, hogy én nagyon sokszor szoktam hivatkozni Vili bácsira, éppen azért, mert ez a típusú művészember, tudom, ez egy kicsit most... nehéz lesz kimondani, kihaló félben van. Tehát az, hogy valaki ennyi minden területén az életnek, és különösen a művészetben, ennyi területen ilyen kimagaslót alkosson, valljuk be őszintén, a mai világ erre nem igazán alkalmas, és ezért mondom, hogy én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy még elcsíptem őt, és nagyon sok mindent lehetett tőle olyasmit tanulni, ami még egyszer mondom, abból a hihetetlen önigényből, ezt mi szeretjük használni művészként, ezt a fajta szót, ami szerintem az igazi titka annak, hogy ő benne ennyi minden tudás felhalmozódott, és az, hogy ennyi mindent tudott csinálni a nap 24 órájába. Ez egy nagyon-nagyon erős belső igény szükséges. Indul most akkor egy programsorozat, egy megemlékezés sorozat, sok sikert kívánunk hozzá, és reméljük, hogy viszik tovább ezt a lángot. Köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük szépen.